De mindig nyerünk, Jász kísért 1-0-ra, Tószeged 2-1-re, és ahogy említettem, múlt héten Kisújszállást pedig 2-0-ra vártuk az elmúlt hónapban. Ígéretes pozícióból a harmadik perc végén jöhet a karcagi szabadrugás. Középen nagy a tömörülés. Szűke Robi feje a legmagasabban, ez azonban kapura megy, és egy bravúr. Rögtön a meccs elején Hadad Rabi. Úgy néz ki, hogy sikerült bemelegednie. Most kellettek a reflexek, kellettek a rugók. És odaért a léc alá. Igen, kellemetlenül vágódott le Szent Annai szabadrugása. Kocsis. Jó indítás, és már a 16-oson belül mellé gurítunk Erdei révén, de még ezer szerencse. Kihagyta ugyanis az ordító zicsert, játékvezető segítője Szabó József pedig már lengette az asszisztensi zászlót. Erdei bizony lesen tartózkodott. Igen, sokat megélt a csapat már ebben a szezonban, és Orosz István gyakran elmondta a mérkőzések utáni értékelésében, hogy bizony azért az erőnléttel néha lehetnek gondok. És nagyon várja már majd a téli alapozást. Ez is egy veszélyesen beérkező labda, megint lemaradunk róla. Ez nem talált kaput, Szent Annai pedig ezt is élesen lőtte oda. Nyitrai egyébként a múlt héten két góllal vette ki a részét a Fegyvernek legyőzésében. Mindenképp érdemes lesz rá odafigyelni. Az volt a második, illetve harmadik gólja a szezonban. Ezzel is egyébként a házi góllövő lista második helyén áll. Csak Ruskó Zsolt lőtt nála többet. Ő 8-szor volt eredményes. Egyébként nálunk is nagy a szakadék. Az első és a második között a góllövő listán Székely Dávid 14 találattal a bajnokságban is, az élbolyban. Utána a Szőkének van 3 gólja. Nem olyan rosszul az a szabadrugás. Erőből lőtték középre. A játékvezető azonban kiszúrtott a bolyban egy olyan kis lökést, amit úgy gondolta, hogy érdemes lefújni. Szívós. Remek labda. Szőke még, és átemeli, ott a vezető gól a 18. percben. Szőke Robi révén megszerzi az előnyt a karcag. Jó volt a hosszú indítás. Még mindig mi szlalomozunk a Rákóczi falvi játékosok gyűrűjében. Ez is jó beadás, és hiába bombázza be Szőke. Újra lesen állítják meg. Nagy kár érte. Szoboszlai a labda mögött. Társat talál a 16-oson belül. Nyitrai, az már lövőhelyzet, el is tekeri. Kácser István.
Tavaly négyszer játszott, idén most először 43 esztendős védőről van szó. Ő is azért jócskán fölfelé húzza az átlag életkorát a vendégeknek. Pedig vannak néhányan, akik akár a gyermekei is lehetnének. Két 17 esztendős játékossal a kezdőben játszik a Rákóczi Falva. És hát az eddig nagyon aktív, most is kapura lövő Nyitrai is, még mindössze 18 esztendős. Szoboszlai lőhelyzetet keres, megtalálja. Belényesi azonban pont ott állt, könnyedén dől rá a labdára. Beadás, de akár lövés is lehet belőle. Nagyon méregetik a távot a vendégek. Szoboszlai lő, kapura. Másodjára meg is van Belényesinek. Szőke kapura. Nagyot repült Hadad Rabi. Nem biztos, hogy kaput talált volna egyébként ez az alsóba érkező löket, de így érezte biztosnak a portás. Nem ez volt az első nagy védése. Szent Annai elcsúszik, így is veszélyes azonban. Nyitrai. Lehet lőni. És egy hatalmas kapufa. Szőke. Jó beadás, kapura lehet fordulni. Még egy sem, most a lövés. Kapu mellé 8 méterről nem sikerült eltalálni a ketrecet. Nyitrai beadása pontatlan, de azért, mert valamelyik karcagi játékos még pályán beleért, Rákóczi Falva szöglete következik. Alig, hanem már majd a 49. percbe átlépve. Jól tekeredik, Belényesi jön és öklöz. Aztán pedig ott a szorításban eltűnik. Két kézzel lökték. Jól jön. Szőke Robi fejjel, és hiába rezdül meg a háló. Rossz oldalról találja el a labda, nincsen gól. Bukowski érkezik elvégezni a sarokrugást. Ez is jól jön, és ez is Szőke Róbert fejére érkezett volna. Hadad Rabi kapussal ütköztek. Ez szükséges egy kis ápolás. Robi kiterítette a kapust. Laposan, kis hián a kapuba, így azonban mellé
és hát a Tabinak még közül sem kellett avatkozni. Az előbb szerencsét hozott az öttagú sorfal, akkor is így guggolva állította be Hadad Rabi. Most is ezt teszi, négyen is a labda mögött, Rózsa és Szőke elsétálnak. Aztán Szőke vissza. Bukowski meg ellövi. Kapu mellé, de mintha a bal kapufánt még érintette volna a labda. Ismét Bukowski. Az előző két szögletnél ebben a félidőben mindig Szőkét kereste. Most átrúgja teljesen a hosszú oldalra. Szent Annainak kell küzdenie azért, hogy bent tartsa. Rózsa. Visszalövi keresztbe, Bukowski fejel, ott van még Erdei előtt, most a passz, Orosz István pedig közvetlen közelről az üres kapuba passzol. 2-0 a 64. percbe érve, könnyen lehet, hogy eldőlt a meccs. Jó labda. Rózsa 6 méterről gyakorlatilag kirúgja a liget útra a labdát. Azt is mondhatnánk, hogy tudatosan annyit játszik a karcag, amennyit kell a mai napon. Semmivel sem többet. Szent Annai. Erdei. Jó labda, Rózsa lekezeli és bepasszolja. Most higgadtabb volt, mint az előbb. 3-0 az állás, 72. perc. Erdei. Ez is eljut a címzethez. Szőke lövését azonban hárítja Hadad Rabi. Ajtó ablak volt, odarúgta volna Robi ahova akarja. Nem volt olyan ügyes a befejezésnél, mint egy perccel korábban Rózsa Pisti. Megint kapura, és a kapu torkából fölé. Hihetetlen jelenet. Szőke kihagyja a kihagyhatatlant. Szoboszlai maga elé pörgeti, aztán a karcögő picit visszább rúgják. Szoboszlai persze visszateszi. Trecskó, Nyitrai, Belényesi állva marad, és milyen jól tette, hogy nem vetődött el. Nagy védést mutatott be a karcagi kapus. Aztán pedig egy könnyed hárítás. Székely, nem esik el. Lövésre teszi vissza a remek kísérlet Rózsától. Hadad Rabi szögletre tornázza a labdát. Újabb komoly kapus teljesítmény. Lapos szöglet, így is sikerül lőni. Hadad Rabi pedig emberfeletti bravúrral ezt is szögletre tolja. Hát a kapuson semmi nem múlik. Amit lehet, véd. Így is kapott azonban 3 gólt. Ruskó. Belényes ígattan lekezeli. Ahogy Rózsa is. Székely. Egy sorral hátrébb ő is, ahogy megszokhattuk. Így is ontja a gólokat. Hamar beadja. És ott van a negyedik.
Jász Zoltán a gólszerző. Első gólja karcagi színekben. Jó csere volt. És hát összességébe véve jók voltak a cserék. Jön a kicsi a rakás, ahogy az első gólszerzőket ünnepelni szokták Karcagon. Elsőként Orosz Pistit kérdezik, a Kacki Sportegyesület játékos vezetőedzőjét, hogy szépen búcsúztak az ősztől, hisz megnyerték ezt a mérkőzést, pedig úgy nézett ki, hogy akár X is lehetne, hogy 1-0-nál még volt sansz a Rákóczi Falvának, de 2-0 után eldőlt a mérkőzés. Igen, az első fél idő szerintem az ősz leggyengébb fél ideje volt, nem tudtunk se labdát birtokolni, se gólhelyzetet kidolgozni. A második fél időben próbáltunk egy kicsit változtatni, és hál' Istennek ez sikerült. Én is úgy érzem, hogy a 2-0-nál úgymond eldőlt a mérkőzés. Hál' Istennek a cserék is úgy szálltak be a mérkőzésbe, hogy tényleg hozzá tudtak tenni, és úgymond gólokat is rúgtak. Az eleje nehézkesen indult, de a végére simára sikeredett ez a mai mérkőzés. Elégedett vagy a őszi teljesítménnyel? Abszolút nem vagyok elégedett az őszi teljesítménnyel, úgymond a kötelező mérkőzéseket le tudtuk hozni, de a rangadókból, az öt rangadóból egyet se tudtunk megnyerni, ezzel van hiányérzetem. Nagyon remélem, hogy a tavaszt úgy tudjuk elkezdeni, és olyan felkészülés fogunk tudni hátunk mögött, hogy a rangadókból győztesen fogunk kijönni. Én úgy érzem, hogy az erő és az állóképességen nagyon sokat kell fejlődnünk, és akkor jönni fognak az eredmények. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy tavasszal ne ilyen eredmények szülessenek, mint az ősszel, hogy... Hát amit mondtam, hogy egy nagyon jó alapozást kell elvégeznünk. Remélem, hogy mindenki az alapozáson, a felkészülésen ott fog tudni lenni, és tényleg akkor azt mondom, hogy ez a csapat, ha végig tudja alapozni a felkészülést, akkor nem lehet problémánk. Én abban látom a hibát, hogy ezekkel a rangadókon pont azért veszítettük el, mert erőben nem úgy álltunk akkor. Már a vége fele egy kicsit jobban néztünk ki, jobban bírtuk a mérkőzéseket, egy 70-80 percet már bírtunk. Amit szeret egy nagyon kemény alapozás, és akkor reméljük, hogy a tavasz jobban fog sikerülni. Esetleg távozó vagy érkezőre számítasz-e, vagy csak egyben marad a csapat? Szerintem távozók biztos, hogy lesznek, én úgy tudom, érkezők szerintem nem lesznek, ha érkeznek, akkor az ifiből fogunk felhozni, vagy kiemelni olyan játékosokat, akik tehetségesek és szeretnének a felnőttnél bizonyítani. Már most 5 ember nálunk készül és nálunk edz, reméljük, hogy minél több játékos be tudunk építeni a felnőtt csapatba. Orosz Pistinek köszönjük a riportot, és tavaszra jobb felkészülést kívánunk. Köszönjük szépen! Ruskó Zsoltot kérdezzük másodjára, a Rákóczi Falva Sportegyesület játékos vezetőedzőjét, hogy az első fél időben még a 1-0-ig volt sansz a Rákóczi Falvának, mikor bekapták a második gólt, akkor úgy nézett, hogy eldőlt a mérkőzés, mi ennek az oka? Sajnos egész évben nagyon sok problémával küzdöttünk, és a héten is 3 játékos kellett rehabilitálni ahhoz, hogy ki tudjunk állni. Elég sok 3 játékos eltiltás miatt, 2 játékos sérülés miatt, és 1 játékos a határon van, mint katona. És ez miatt ugye egész héten problémákkal küzdöttünk, mondhatom, az egész őszi szezonban. Hát első fél időben én is úgy láttam, hogy partiba voltunk hazai csapattal, de sajnos igazából nagyon veszélyes a kapura nem voltunk. Mezőnybe viszont egyenrangúak voltunk, úgy gondolom a Karcaggal, mondhatom azt az egész mérkőzésen. De sajnos ugye ezt labdarúgás gólra játsszák, ez pedig a Karcagnak most sikerült, úgyhogy... Mi a célja a Rákóczi Falvának a bajnokság végére? Hát a Rákóczi Falvának a célja most ezek után, hogy így szerepeltünk, természetesen a bennmaradás, ami nem lesz egyszerű, de mindent megteszünk azért, hogy bennmaradjon a csapat.
Tehát most vége a őszi szezonnak, lehet-e tudni esetleg távozókról vagy érkezőkről, hogy tehát az erősítés, mert tehát erősítés kellene, úgy látszik, hogy bemaradjon a Rákóczi falva. Hát igazából, tehát mi most lett vége a bajnokságnak, tehát nagyon messze vagyunk még ahhoz, hogy erről beszéljünk. Természetesen szeretnénk, az előbb is említettem, bent maradni, de igazából nekünk van egy csapatunk, de sajnos ilyen olyan okok miatt nagyon sok játékos nem állt rendelkezésre egész ősszel. Lásd itt, aki ugye katona, Szakali Tibor katona, nagyon sokat ott van a határon, két játékosunk elment rendőriskolába, ők leálltak, a mai mérkőzésre sikerült őket rábírni, hogy jöjjenek segíteni. Úgyhogy tehát ezek a játékosok rendelkezésre állnának tavasszal, akkor én úgy gondolom, hogy kiesési problémák nem lesznek, de természetesen jó lenne, hogyha esetleg tudnánk igazolni egy-két embert. Ruskó Zsornak köszönjük szépen innen a Karcagi sportpálya széléről, és további sok sikert kívánunk az, hogy bemaradjon a Rákóczi falva. Köszönjük szépen! Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a 2016-os évben a televízió nézőknek. Tartsanak velünk 2017-ben is itt a képernyőn, vagy esetleg innen a Karcagi sportpályáról. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.